A középmezőnybe tartozó békésiek ellen jól kezdte a mérkőzést a házigazda, az első 10 percet 25-6-ra nyerte a Sunshine-NYIKSE. Ez meg is alapozta a nyíregyházi sikert, ráadásul nagy szünetig újabb 20 pontot tett hozzá előnyéhez Kovács Tibor együttese. A szakember sok lehetőséget adott a fiataloknak, akik éltek is a bizalommal. A harmadik negyed ugyan 6 ponttal a vendégeké lett, a záró 10 percben viszont visszaállt a különbség, és végül kiütéses, 40 pontos győzelmet aratott a valamennyi játékosát pályára küldő Sunshine-NYIKSE. Összességében a különbség az nagyobb volt, mint ahogy a táblázaton elfoglalt helyezések alapján számítani lehetett. Azt tudtuk, hogy egy szervezett és egy képzett játékosokból álló kis fiatal csapat, akik kiegészülnek 2-3 rutinosabb játékossal. NB1B piros csoportjában szerepel a Békésnek az első csapata, többen játszanak a felnőtt csapatban is, egyrészt a szabályok miatt kötelező fiatalkorú játékos is játszatni, illetve hát ott edződnek, és már van 2-3 nagyon jó és ügyes, tehetséges játékosuk. Természetesen arra készültünk, hogy itthon úgy győzünk, hogy a lehető legnagyobb különbséggel, és amit szem előtt tartva, hogy mindenki játék lehetőséghez jusson. A Sunshine-NYIKSE győzelmével megelőzte az egy meccsel kevesebbet játszó Diaz Campus Fesztivált, és fellépett a tabella harmadik helyére. Kovács Tibor szerint az alapszakasz végéhez közeledve fontos, hogy meccsről meccsre javuljon a csapat játéka. A legfontosabb az, hogy itt a munkatanulás mellett, és sajnálatosan mindig van kisebb-nagyobb sérültünk is, több játékosnál is előfordult az utóbbi időszakban, szeretnénk a lehető legtöbbet nyújtani. A realitásokat figyelembe véve most én úgy látom, hogy a Cegléd és a Szolnoknak a csapata most jelenleg tudásban, eredményességben előttünk áll. Talán a dobogóra oda tudunk érni, de természetesen nem adunk le a jobb szereplésről is. Bízom benne, hogy összeérik most még jobban a csapat a hátralévő időszakban, és a rájátszásban egy kicsit ütőképesebbek leszünk. A Sunshine-NYIKSE legközelebb jövő pénteken a tabellán 9. helyen álló Kiskonfélegyház otthonában lép pályára.